Bartos Márta és Füleki Andrea van itt. Á, igen. Nagyon érdekes pszichiátriai esetnek ígérkezik. Kérem, küldje be őket. Jöhetnek, hölgyeim. Kérem, foglaljanak helyet. Tehát, melyikük még? Én vagyok Bartos Márta, ő pedig Füleki Andrea. Tessék? Én vagyok Bartos Márta, ő pedig Füleki Andrea. Kérem, egyszerre csak egyikük beszéljen. Elnézést. Ön Bartos Márta vagy Füleki Andrea? Igen. Önök mindig egyszerre beszélnek és mindig ugyanazt mondják? Igen, ezért jöttünk el önhöz. Ugye? Igen. Mióta dolgoznak egy munkahelyen? Ó, körülbelül. Elnézést. Hát bizony már 12 éve. Olyan régen. Bizony. Ez rettenetes. Én úgy gondolom, hogy olyan régen dolgoznak egy helyen, hogy a tudatuk összekapcsolódott, és mindig ugyanazt gondolják is most. Nekünk is ez a véleményünk, de ez még nem minden. Ha van velünk egy harmadik személy, azt is tudjuk előre, hogy ő mit fog mondani. Tényleg? Még soha életemben nem találkoztam ilyen különös esetben. Döbbenet. Remélem, nem sértem meg önöket, de ez egy nagyon furcsa és rendkívül ritka jelenség. Mióta tart ez önöknél? Körülbelül 6 hete. Plusz-minusz 1-2 nap. Jöjjön be! Elnézést, hogy zavarom, doktor úr, de hadd emlékeztessem, hogy 10 perc múlva Endrődi doktor úrral van konzíliuma. Köszönöm, Ágnes! Nem felejtettem el. Ki mehetek ebédelni? Természetesen. Jó étvágyat, Ágnes! Köszönöm. A mindenség itt! De hát hol is tartottunk? Halló? Szervusz, mókus virág! Otthon leszek? Kávé 7:30-ra. Persze, hogy nem felejtem el. Puszi! Elnézést! Semmi gond! Türelmesek vagyunk! Csak azt tudom javasolni, hogy kezdjék el szedni ezt a rózsaszín gyógyszert, és legalább egy hónapig ne találkozzanak. Remélem, hatásos lesz. Biztos vagyok benne. Köszönjük, viszlát! Egy pillanat, hölgyeim! 3000 forint lesz. Majd ő fizet. Én le vagyok égve. Viszlát! Kösz.